Akkor láttunk már tiszta pályát, esős pályát, ködös pályát. Most egy újabb tiszta pálya fog következni, 7-es darab körrel. Hát itt lesznek majd ilyen érdekes ugrátások. Ez a rész is elég érdekes lesz, itt átlehet-e majd. Hát szerintem itt van egy-egy kis rész, hogy azért erre ezt figyelték a fejlesztők, hogy azt na nagyon lehessen itt bontani, bántani, bántani. Na! De gyorsan kezdtük az elejét. Egyből kilőttük, 3 másodpercen voltunk 100-on. Egy busszal ráadásul. Jó, a pálya eleje az mondhatni... Olyan egyszer azért, mert oda kell ráfigyelni nagyon. Az ugratásnál is oda kell figyelni mindenféleképpen. Na itt jön ez a furcsa szakasz. Ezért meg van bonyolítva amúgy. Itt ugye még egy ugratás. Na és most van itt, lementünk ide a csíkságra is. Ez a rész, vagy ilyen rész még nem volt korábban. Amint hogy csak így mentünk volna, nem ilyen ugratások, sziklán lejövetel, stb. Úgyhogy ez a része tetszik. Itt ugye az nagyon 90 fokos kanyar, arra figyelni kell. Akkor ott, amikor fölérünk, akkor is figyelni kell, mert nem jobbra megy tovább már az út, hanem egy bal irányba kanyarodunk. Szuper! Itt ezek a hullámvasutak. Ja, az is érdekes egyébként, hogy korlát van ott, amikor ugye megérkezünk az ugratásnál, de egyébként máshol nincsen. Tehát attól részét úgy gondolta a játék, hogy jó, figyelj játékos, most tudjuk, hogy ugratni fogsz, van ott egy korlát, ne legyen baj, megvédünk a leeséstől. De ha tovább mész 10-20 métert, akkor ugyanúgy magadnak kell gondoskodni arról, hogy ne essél le. Hát, jó van, akkor mondják neki, hogy köszi. Köszike. Nagyon aranyos vagy. Hoppá, de jól fékeztem. Egy satúfék volt, nagyon durván meg kellett nyomni, mert... Ez nem volt, opa, nem volt olyan egyszerű. Majdnem leestünk, de aztán korrigáltuk a hibát. Ez ilyen egyszerű kis nyugis, csillezős szakasz. Semmi nincsen, picit jobbra, picit balra kell menni. Beérve a célvonalra. Megint fölfele. 90 fok. Meg egyébként most látom, hogy egy kanyarodunk, akkor egy picit a autónak maga a test, a váza, a karosszériája, ez picit ilyen jobbra-balra is mozog, mint hogyha a seggét is egy picit így riszálná az autó. Érdekes amúgy. De jó. Azt kéne meg megnézni egyébként, hogy álló helyzetben, hogy reagál, vagy reagál-e rá valamit, mert amúgy így tök érdekes, tök vicces, furcsa. A szignalszállításban még mindig ugyanazok. Ilyen sárga, kékes, lilás cint, azt nem lehet sajnos módosítani, bár lehet, hogy a többi baróba majd lehetni, lehet, hogy fogjuk tudni. Jó. Meg hát ugye édes kanyarok vannak. Ja, egyébként azt meg nem mondtam el, de én billentyűzettel játszom vele. Azt nem tudom, hogy kormánnyal lehet-e. Vagy inkább úgy kérdezem, hogy megéri-e játszani, mert igazából szerintem nem. Tehát arcade játékról van szó, rángatni kellene a kormányt, nem kormányos játéknak való. Ezt vagy billentyűzettel, vagy esetleg gamepaddal még ajánlom játszani. Ha elméletileg úgy jó, mert elméletileg jó, hogy legyen.
Jó kellene, hogy legyen, mert igazából amikor ugye elindítjuk a játékot, akkor meg is kérdezi, be is lehet állítani rajta mindent, bár személy szerint én nem próbáltam, de billentyűzettel abszolút, abszolút elegendő. Közben egyébként már ez is a vége fele ér. Itt a 90 fok. Na, és akkor igazából elkezdődött az utcsó körünk. Már lassan, nem is tudom, hanyadik pályán vagyunk. Már 8-on? De... 8-on vagyunk, csak annyira kezd így... Nem is az összemosódni, csak hogy így sok mennyiséget megyünk. Nem kezd így furcsa lenni. Jó, ez még mindig egy ilyen csillesebb rész, semmi olyan egetrengető. Na és akkor igazából ennyi volt a 8-as pálya. Mi beértünk, hát a többiek az szerintem nagyon-nagyon le vannak maradva, bár ahogy hallom a hangot, most jön be a második, a harmadikkal. De mi van egyébként a negyediket, mindig ott hagyjátok a fenébe, vagy? Jó kérdés. Jó, akkor megyünk tovább. Következik egy golfkocsi, és egy 9. pálya jön. Ez is egy eléggé tiszta pálya, egy eléggé furcsa kanyarodással. Az a kérdés, hogy így megyünk, vagy így megyünk? Mert ha így megyünk, akkor igazából így fogunk. De így, akkor így. Hát mindjárt megnézzük. 4 kör. Akkor elég hosszú lehet. Gyorsítás, Porsche szerelem ugye. Itt opa. Jobbra. Na. Menjél már előlem, te csávó, hát komolyan mondom. Jó, lehajtok legalább a másodikat, harmadikat, vagyis a... Most már harmadikat, negyediket. És akkor... Hát jó lenne téged is valahogy igazából kikerülni, mert... Nem annyira adod oda az első helyedet, ahogy látom. De most lehet. De egyébként jobbra kanyarodik az út. Jobb fele megyünk fölfele. Itt meg... Hoppá! Azt a mindenit. Mert ez azért eléggé föntről esünk le, vagy... Na, menjünk már! Igen... Azért kijött az aszfalt a játékból, vagy a valóságból, vagy a földből, jobban mondva. Itt vannak ilyen egyszerű kis ugratócskák. Akkor a végén egy nagy ugrató. Gyorsítást is kapunk. Ez megint egy ilyen kicsit chillesebb. És az első kör az igazából le is van tudva. Megyünk tovább, egyszerűen hullámvasút következik. Utána pedig föl jobbra. Sokat. Egy kis aranyos sárga lila kocsink van, mint valami méhecske. Jó, itt jöjjön lefele. Itt akinek tériszonya van, az egy kicsit átgondolja az életét, mert eléggé magasan vagyunk, voltunk. Itt ugye balra megyünk lefele szépen. És akkor megint egy picikék ugratócskák következnek. Egyébként ezek tök jó pupák. De egyébként fontos azt is kiemelni, hogyha már ezért a jót is mondjak már így a játékról, hogy például ha ugratunk, ugye amikor itt mondjuk leérkezünk, akkor a rugó is azért eléggé elkezdi használni az autó természetesen, és azért így azért kicsit úgy szebbnek is tűnik, jobbnak is tűnik így.
a témakör. Egy kis hullámvasutazás. Ellenfeleinket megint lehagytuk egyébként. Ebben vagy expertet nem feltétlenül szeretnék, mert az már azért tényleg ott oda kell nagyon figyelni. Aztán most annyira ilyen durván nem akartam fókuszálni. Ugratunk. Itt a tüske nélküli kaktuszok, ugye? Kiálló aszfalt darabka. És akkor igazából itt mindjárt lesz egy nagyobb boost és nagyobb ugrató. Utána pedig egy célvonal, és jön az utolsó kör. És közben szervusz, Kriki. Jön egy kis hullámvasút. Első végigjátszás videóm, Kriki. Üdvözöllek benne. Fölkerül YouTube-ra is. Aztán innentől kezdve meg beindul majd a beindulni való. Jó, fölfele kanyarodunk azért. Jó. Itt tériszony egy kicsit. Köszönöm, köszönöm. Remélem minden rendben van. Itt megugratók. Hát minden rendben itt is. Holnap meló van. Boost ugrató. Meg Tomi elméletileg vezetni van, úgyhogy lassan már félhetünk, hogy ha kijön rendesen a forgalomból, akkor mi lesz velünk. Időközben föl is oldottuk a 9-es achievementet, vagy teljesítményt. Hát nem ajánlatos azért már annyira. Sajnos. Bevárjuk még a harmadikat, nem tudom, hogy a negyedik az mennyire van lemaradva. De ahogy hallom, már ő is jön. Jó, most amúgy tök jó időket jöttek. Jó, árkád mód. Váltunk kocsit, most taxissal fogunk menni, validáljuk. És jön a 10-es pálya. Ez most egy ilyen furcsa alakú, egy kulcs alakja van talán ennek a pályának, 9 körrel megáldva. Hát hajrá. Ja, és ködös pályarész. Ugye ez fú, jó. Hú, olyan jó, nem is látszik semmi. Jó. Minden fehér. Na annyit esetleg meg... Hoppá, boost. Annyit esetleg megtehettek volna még anna a fejlesztők, hogy ha már egy minden fehér, akkor az égboltot is így befehéríthették volna, vagy egy kompletten egy fehér csarnokot létrehozhattak volna, amiben így megyegetünk. De legalább a pálya egyszerűsége az nem ad okot a panaszra, mert így legalább nem lehet eltéveszteni sem. Mondjuk ez most egy ilyen nyugisabb, csillesebb pálya. Úgy örülnék, hogyha a boostokban nem mindig bennek bele az ellenfél, mert akkor nem tudom leelőzni őket. Aha. Olyan nagyon kiélesedik itt a viszonyít elől. Olyan, valamit hibázálnak, vagy nem tudom. Nem szeretem, hogyha ennyire tudod az ellenfél, pedig csak médium szinten vagyunk, még az expertről nem is merek beszélni.
Jó. A taxista szerintem megelőztük volna, ha tudtuk volna, de nem tudtuk. Hát nem tudom. Aha. Hát jó van. De még van egy pár kör azért. Lehet, hogy ott az ugratásnál kellene jobbat tenni. Szerintem lehet, amúgy. A kormányon ugye értelemszerűen, hogyha lehetne sem célszerű, mert ugye árkádról van szó, aztán össze-vissza rángatnánk a kormányt. De egyébként a játék elején megkérdezi igen a billentyűzet beállításokat. Szerintem arra simán át lehet tenni, mondjuk nem próbáltam. Én billentyűzettel nyomom, de szerintem amúgy lehet. Hát el lehet egyébként vele lenni most. Nem azt mondom, hogy olyan sok idő elvesz az ember életéből. Meg van pár azért pár hibája, hogy például mondjuk minden pálya elérhető, attól függetlenül, hogy ugye az előző pálya során elértél-e első helyezést vagy sem. Azt meg lehetett volna úgy csinálni, hogy azért valami lakatos szint legyen. Mondjuk azt achievement-tel vagy teljesítménnyel az kompenzálja a játék. Illetve személy szerint a hang zavar, hogy nincs ugye zene a játék alatt sajnos. Az nagyon kellene, hozzátenne azért egy pluszt. És még nem is tudom, még valamiről beszéltem korábban. Úgy látszik egyébként, nem fogom tudni ezt lehozni most első helyre. Nem is értem, hogy most mitől függ. Hát ugyanúgy megyek, mint a többiek. De ők ugye távolodnak, én meg nem közeledek. Hát akkor ezt újra kell majd sajnos nyomni. Hát igen, ez a része, igen. Mert ugye most pont ilyen olyan pályán vagyunk, ami ilyen csak szimplán egy ilyen kulcsformájú körnek akarna lenni. De egyébként a többi része az viszonylag jó volt az előző pályák. Ez azért tűnik egyébként úgy, mert a köd miatt, hogy ugye gondolom én, hogy ne az legyen, hogy most olyan pályát tesz be a játék, amit teljesen nem ismersz, össze-vissza kellene menni, aztán a köd miatt ugye nem is látsz. Igen. A zene az amúgy tényleg, tehát azt mondtam is még a videó során, amíg még nem voltál itt, hogy biztos lehetett volna egyébként valami, mert hogyha szerzői jog miatt nem akarták a fejlesztők, lehetett volna biztos valami ingyenes copyright mentességet, vagy mentes zenét is betenni. Az ellenfelek meg egyébként összesen ugye négyen vagyunk. Aztán igen, az is sajnos egy picit monotonná válik. Mert ugye a menüben van egy tök normális zene van a menüben, tökre bejön, tetszik, még jó, valószínűleg ez is egy bizonyos másodpercenként ismétli önmagát, de legalább van valami. És ez úgy tök furcsa, hogy más nincs. Viszont most sajnos végig fogok szenvedni még egyszer ezt a pályát. Aztán aki bírja, bírja, aki nem, mert ugye első helyen mindenféleképpen meg akarom csinálni. Na most lehet, hogy már le tudom őket, hogy ne!
Jó, akkor újra kezdjük. Úgyhogy... egyébként, hogyha... Hoppá! Áááá! Még lehet, hogy ez jó lesz. Ne! De... Fú, te! De agresszívk az ellenfelek, nagyon. Meg egyébként ez is furcsa, egy picit nekimész valakinek, és onnantól kezdve ennyi volt. És ez mind a korlátlak, mind a autónak betudható, hogy egy picit... Na jó, hát most kicsit égek, de hát ez van. Azt mondja, hogy engedjél már el magad mellett, léci. Jó. Nem. De mi? Hát ugyanolyan autókkal vagyunk, ugyanolyan tulajdonságokkal, engem meg mindjárt lehagynak. Persze. Na most az ugrás az jó volt. De nagyon közelednek sajnos feléjem. Aha. Látom, hogy már nagyon jönnél. Na, hát kanyarodásba vesztek sokat. Hát igen, hogyha lenne 10, akkor az nehezebb lenne teljesíteni. De nem, ami! Hú, te! Kuk! Nem már! Hát bocsánat egyébként, de... valahogy muszáj ezt teljesíteni. De az az érdekes, hogy itt az elején meg tökre lehagyom őket, nincs semmi baj, utána gondolnak egyet, hogy nem úgy működik, hogy te csak úgy lehagysz minket, és akkor valahogy így beellőznek. Egyébként többfajta ilyen időjárás is van, de megint! Többfajta időjárás is van egyébként, a ködös, esős, tiszta, meg... nem tudom, hogy negyedik van-e, de az esős az amúgy az nagyon szépen meg lett csinálva, ez is nagyon szépen meg lett csinálva, csak örülnék neki, hogyha az ellenfél nem úgy gondolná, hogy csak ugye semmiből előjön, és akkor leelőznek. Ja, esetleg kibírjátok még ezt a ötös pályát, ami egy picit monoton, akkor lehet, hogy a következőben már annyira nem lesz olyan nagyon az. Egyébként talán sok hiba úgymond elengedhető így a olcsósága tekintetében. Ha jól emlékszem, Rikipe pont ugye ingyenesen is tudtad beaktiválni, én sajnos arról lekéstem. De azt hiszem volt valamikor Steamen ez a játék ingyen aktiválható. Ja, és nem mondhatod, hogy nem próbálok ki új dolgokat. De most már megtört a jég, most már nyomhatjuk. Végre. Igen, akkor jól emlékszem, hogy... jó, és hát arra nem emlékszem, hogy mikor volt, de hogy valamikor volt. Hát mehetnek, ja. Úgyis van egy sok ezer játék a könyvtáramban is, meg úgy amúgy is. Úgyhogy van terve azért sok végijátszás. Csak ki kell tapasztalni azért a hangokat. Én hangomat, játék hangját, hogy zavaró, hogy nem zavaró. Meg hát ugye értelmeszerűen a... Ne! De mi ez? Na jó van. Nem adjuk fel most már. Jó, de jó mind a két autó hangját egyszerre hallani.
De hát mi ez a csalás egyébként? Akkor vegyem le easy-re a nehézséget. Jó, akkor nem kínozlak titeket végig. Akkor, hát csak azért, hogy ugye teljesítve legyen. Akkor egy picit csalunk. Egyébként magának ennek a baró típusú játéknak, vagyis hát nevű játéknak ugye van még sok módja is. Van ugye ez a Forma 1-es, ez a GP-s autós típusúk, akkor ezek a modernebbek, azt hiszem ez a 2020-as talán vagy melyik. Nem tudom, hogy ezekben például a hangot vagy zenét vagy ilyesmit mennyire tették bele a fejlesztők, vagy mennyire próbálkoztak. De hát ebbe is jó lett volna természetesen, hogyha valami plusz így bekerült volna. Még azt se zavart volna egyébként, hogy minden pályán ugyanaz, mert maximum, hogyha zavarja a játékost, akkor kikapcsolja vagy lenémítja a hangot. De így meg igazából olyan semmilyen. Na, most easy-n vagyunk, sehol egy ellenfél. És akkor ember próbálja meg akkor az experten, hogy hal a játék. Azt jó, hát biztos olyan íveket használ, amit én nem ismerek, vagy lehet, hogy nagyon belső íven nyomja a kanyarokat, aztán az én járművem nagyon lelassul, az övé nem, vagy az övé felgyorsul, nem tudni. Hát jó van, de már médiumnál már nagyon necces lett volna. Hogy próbáljuk meg akkor a médiumot, inkább szenvedjünk vele. Eldöntheted. Hát. Jó, van, meggyőztél. Akkor inkább szenvedünk. Az a baj, a 9 kör egyébként az adva van, azt amiatt sem akarom átmódosítani, mert akkor azzal megint idézőjelesen csalnék, mert a játék hozza létre ezeket a körszámokat. Hát jó, megpróbáljuk. Igazából előbb tudott menni, csak hát az ugratásnál megpaskolta a popónkat olyan szinten, hogy bepirosodott, és igazából onnantól kezdve meg már nem tudott kifehéredni. Aztán utána ugye el is vesztettük az irányítást így egyből. Aj, közben nem figyelem a boostot! Meg főleg a teherautójával csinálta ezt velünk, amit csinált. Az is ilyen pirosas, kékes, lilás, rózsaszínes. Így utalás. Ez az! Kilöktem! Jó, egyel kevesebben lenfél. Hát nyomatom, próbálom azokat az éveket, de hát ő is belső éven megy, én is belső éven megyek, aztán neki valami gyorsabb az a jármű. Látod, ő meg gondol egyet, és akkor a gázpedálra lép az autóval. De mi ez? Hát most löktelek ki! Hogy visszajöttél be, ezek engem kilöktök, akkor... Na, visszaadtam megint. Második hely, most remélem egy darabig nem látom a képedet. De néha gondol egyet a játék, az jobban benyomja a gázpedált, mint ahogy. Most megy ilyen nyugis tempóval,
látja, hogy megelőzöm, hát akkor oda nyomja ő is a dolgokat. Jó, hát még nem visszahozhatatlan egyébként. Hát egy ilyen jó ugrásokat kéne használni. Szerintem az is sokat segít. Hú, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen pálya fog a mumusom lenni, mondhatni így. Jó. Oké. Okay. Ne lök ki. Viszont a boostot ezt elveszem. Ne bánts. Jó. Jó ugratás jön. Jó. Oké. Okay. Egyenlőre jól alakulnak a dolgok. Hú, de még van hátra sok kör. Mindjárt olvasom közben, amikor majd egyenes szakasz lesz. Ne! Jó, ez kölcsönös volt. De mi az? Hát te is visszagol... Nem zavartattad magad a lükvel? Rükvelc az egyből ment. Jó, most megint jók vagyunk. Aha. Mondjuk jogos. Billentyűzettel ugye csak egy ilyen egyszerű mozgás jön létre, aztán a kerék már ugye be is kanyarodik egyből. De egyébként, hogyha balra-jobbra megyünk, akkor igazából maga a karosszéria, vagy a kocsi váz is ugye jobbra-balra megy. Igazából ilyenkor olyan, hogyha ugye folyamatosan nyomja az ember így balra-jobbra, akkor mint hogyha riszálná a popót, de az már egy másik történet. Most egyelőre jók vagyunk, de megint nagyon a sarkunkban van valaki. Jó, van rendben, köszi szépen, hogy benéztél. Köszi szépen, igyekszem. Köszi. Egyelőre szerintem ez teljesíthető. Első szintre bár nem akarom elkiabálni. Jó, most ugratott. Itt egy célvonal, és akkor igazából már csak kettő körről beszélünk. Csak hát valamit akkor érjünk el vele. Mindenképpen. Azért remélem, hogy meg lesz. Izgalmas így a végére talán a dolog. Jó, utolsó körről van szó. Ha nem hibázok semmit, akkor ez a zsebünkben lesz ez a győzelem. Reméljük az ellenfél se gondolja, hogy jobban a gázpedálra lép, vagy több boostot használ, mint ami nekünk megengedett. Jó, ugratás jön, és elméletileg ez így megvan. Yes! 10-es pálya, második, harmadik autók már egyből itt vannak, a negyedik meg már megint le van maradva valahol, de borra való. Na ennek örülök. Jó, expertem már semmiféleképpen nem csinálnám meg egyik pályát se egyébként, mert még ott az elején azt mondom, jó, ott rendben van, de itt már előrébb haladva azért már neccesebb. Következik egy terrautó egy 11. pályával. Ez egy tiszta időjárású és hát eléggé kanyarodós szitu. Na.
Jó, egyelőre az... Oppá! Oppá! Na! Jó, bukkanunk ki már itt a fél óra múlva. Jó, egyelőre még azt mondom, hogy megpróbáljuk leelőzni őket. Mert az utolsó... Hármat, vagyis az első hármat nagyon-nagyon jó szemtávolságban látszódtak ők. Nem feltétlenül akarom újraindítani. Egy már le is esett. Úgyhogy igazából a harmadik hely az már garantálva van. A második is most már pont. És még az első van nagyon-nagyon elhúzva. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy... Aha, megint hátulról bántanak. Nem feltétlenül értem ezt. Nem csináltam. Nem csináltam veled semmi rosszat. Agresszívoskodás az megy. Na jó, megpróbálunk egy újat mindenképpen. Akkor restartoljuk. Na. Akkor ugye teherautóval vagyunk, a sárga, fekete színű, vagy lila, kék, nem tudom. Oblakosdi. Elméletileg minden jól kell, hogy működjön most. Jó, itt már ugye ugratósok itt vannak. Á, de megint hátulról megtol a fiú. Mondjuk ez ilyen érdekes szakaszok. Úgy látszik egyébként, ahogy megyünk előrébb, úgy válik ugye egyre nehezebbé az ellenfelek szintje is talán. Jó, szerintem nem lehozhatatlan. De azért oda kell figyelnünk nagyon erre a lilás, rózsaszínes, kékes valakire. Mert lesz ezzel még probléma. Reméljük az első azért itt is adott lesz. Jó, majdnem kilöttelek. Sőt, igazából azért meg is mutattam, hogy azért nehogy már itt folyamatosan csak engem piszkálsz, aztán nem kapsz vissza semmit terébe. Nem annyira tetszett. Meg lesz egyébként pár kör, de úgy látom, nem akarom azért elkiabálni sem, de úgy látom, hogy azért valószínűleg ez azért meg lehet. Hoppá! Igazából az ugratás, az így terveztem. Semmi. Hoppá! Most nagyon nem tudom, most hol tartok lényegében. Itt balra. Jó, egyelőre még semmi nem biztos, de reméljük azért ez a lilás kocsis ez nem csinál olyan dolgokat, amit nem szabadna neki. Őt egy jobb, hoppá! Jó, meg lett, ne! Jó. Oké, meg egyelőre akkor visszahoztuk itt a visszahozhatatlant. Itt egy balos. Hoppá. Pont a csetet figyeltem, le is esek. Kipukkadok, bum.
Hello Tamás, jó estét! Majd beszélgess egy IPA nevű illetővel, mert mehetne a folytatás együtt. Viszont ez még egy ilyen végigjátszás videóm, úgyhogy ez YouTube-ra még kimegy. Úgyhogy ezt még szeretném végigcsinálni, de igazából 2-3 pálya még, ami van hátra egyébként. Közben megint elveszítettem az első helyet, ami nem feltétlenül jó. És jó kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk tudni visszaszerezni. Ugye még 2 kör, hát most már csak egy lesz, ami ugye elképzelhető. Itt egy jobbos van. Nem nagyon akar hibázni a srác. Esetleg egy itteni dolog segíthet. Hát nem. Nem segít, akkor viszont muszáj újra kezdeni sajnos. Ajja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 jj
Dáj, de megint! De teherautóként én lepattanok egy nálam sokkal kisebb autóról. Na, ez az érdekes egyébként, de megint. Ez az érdekes egyébként, mert jó, nem is azt mondom akkor, hogy unfair lett volna, hogyha úgy teszik be, hogy na, csak a teherautó az, ami az, amiről nem lehet lepattantani, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hú, de jó, hogy mindketten leesünk. Csak ugye az a baj, hogy megint elmegy a lilás kocsi annyira, hogy behozhatatlan előre tesz szert. Úgyhogy megint újra kell ezt csinálni, kezdeni, próbálni. Jó, nem, jó. Ezt most mi húztuk a hosszabbat. A kicsi taxis autó pedig a rövidebbet, és most vagyunk első helyen, és ezt kellene valahogy nagyon durán megtartani 7 körön keresztül, amiből igazából már lassan fél el is megy. Azért résen kell tenni tényleg, mert egy apró hiba, aztán az megbosszulja önmagát ez a hiba. Azt kell mindig megszokni, hogy mikor van az ugratás után az, amikor jobbra megyünk egyből le, és mikor van az az ugratás után, amikor egyből balra kell menni, mert még egy pici változtatás, vagyis nem feltétlenül egyértelmű lépésekre jön ki sajnos ez a téma. Úgy látom, hogy most talán vezetünk, és kezdenek egy picit lemaradni az ellenfelek. Remélem ez tartósan így is marad. Itt lesz a jobbos. Hoppá! Jó, megtartottuk. Ez is megtartódik. És akkor itt a balos. Egy ugratóval. Jó, hát még a körszám az még azért hagy egy kis vetni valót maga után. De hát így végig kell sajnos csinálni, vagy nem sajnos, hanem végig kell így nagyon durván csinálni, mert hogyha vesztünk,
olyan szinten, hogy a kocsi irányítását, vagy leesünk, vagy ilyesmi, ha szétpukkad az autó, akkor eléggé egy visszahozhatatlan előnyre tesz szert az ellenfél játékosa. Ha beszélek róla, azt egyből bevonzom itt a témát. Úgyhogy... De ez a pálya azért már izgalmasabb, mint az előző volt, de szerintem az csak a köd miatt alakult egyébként annyira úgy, hogy nem feltétlenül jó, olyan kicsit olyan monoton az elem nélkül, meg mindenféle finomság nélkül. Esetleg még amint gondolkodom, hogy majd lehet, hogy egy ilyen bemutató videót még lehet, hogy csinálok neki. Ennek a barónak, illetve egy Steam értékelésen is gondolkodok, de az valószínűleg az nagyobb valószínűség, mint a bemutató videó, de a bemutató is egyébként jó ötletnek tűnne. Jó, kettő kör maradt hátra egyébként. Most már oda kellene nagyon durván figyelni, hogy azért ne itt a végjátékba vérezzünk el. Ugyajúj. Na most ez picit bebételt megint. Nem voltam benne biztos, hogy melyik pályarész következik. Jó, hogy ilyen chillesebb egyre szakasz van. Jó, és utolsó kört kezdjük meg most, úgyhogy ezt a hoppá! Már gondoltam mindig amúgy ez, hogy mindig az utolsó utáni pillanatban hibázik egyet az ember, aztán utána kezdhet mindent előről, aj, de nem szeretem azt. Jó, itt lesz a balos, ezt már tudom, ez most beugrott. Kocsi, az igaz, hogy éppen, hogy úgy ugrál, ahogy éppen nem fél. Jó, itt lesz meg már a vége. Jó. Be is fejeztük, hátra is gurulunk még gyorsan a terrautónkkal. Második, harmadik be is ért, a negyedik meg, hát szokásához szíven megint nem tudjuk, hogy hol van. Jó. Akkor autóváltás, most egy busszal fogunk menni, vagy egy ilyen... Hát egyébként az nem is busz, egyébként ilyen a béke embereknek szokott ilyen kis furgonok lenni. Mondhatni. Akkor igazából jön egy esős pálya 9 lappal, kicsit kanyarodik, mint a csiga-biga, de megnézzük. Na ez nagyon szép, ez nagyon tetszik, az esőzés az még mai napig. És hát mai napig, hát úgy értem, hogy játszottam már esős pályát. Jó, bocsánat, de ezt megpróbáljuk újból. Játszottam már esős pályán, de nekem az esősek azok igazából bejönnek. Mondjuk még mai napig nem megállapítható, hogy most ezek havas esőzés, havazás, esőesőzés, hatalmas esőzés, vihar, zápor, zivatar esetleg, tehát vannak azért ilyen vakfoltok. Nagyon-nagyon érdekes hangok vannak. Ez lehet, hogy én hallottam furcsán, de mint hogyha amikor most leesik az aszfaltra az autónk egy ilyen ugratás után, akkor hallatszódik, hogy tényleg egy ilyen pocsolyába esik bele, ami azért kicsit arra enged következtetni, hogy azért figyeltek bizonyos részletekre a készítők a játék során, játékfejlesztés során. Ha itt hallottam az előbb, azért maradtam egy kicsit csendbe. Hát nem tudom egyébként. Ahogy már nem tudom bevenni a bal kanyart se.
Nem tudom, lehet bebeszélem egyébként, de minthogyha egy picit élesebb lenne ez a plocsanás, pocsolyába való belehajtás. Aztán lehet, csak bebeszélem, mert esetleg más is belehallok, de szerintem azért feltételezem a jót. Egyébként ez a pálya egy kicsit ismerős. Vagyis az egész pálya nem, de bizonyos része igen. Lehet, hogy ezt egyébként átemelték egyik pályából a másikba. Az már egy jó kérdés. Ajajajajajajajaj. Hú. Az érdekesen borultunk föl és álltunk helyre lábra. Itt ugye a riszállás. Jó, picit balra. Oké, nagyon jó, nagyon jó. Mert még van hátra pár kör, természetesen. Hetedik körünket most kezdjük meg. Még ezzel együtt három kör van még átra. És egyébként azt most veszem észre, hogy nagyon ilyen zöldesebb, feketésebb, szürkésebb világ van most, és bár azt a fehér részt nem feltétlenül értem, mert lényegében ugye elvileg csak a rain, tehát esős pálya állt elő, de mégis olyan, mintha ködös is lenne egyúttal. Lehet, hogy esetleg a sötétnek bekövet, vagy a sötétnek tudható be, vagy az éjszakai futamnak. De mindenféleképpen egy kicsit érdekesnek tűnik nekem. De az atmoszféra egyébként teljesen jó. Még annyit esetleg bele lehetett volna még pluszba tenni, hogy csusszon egy kicsit az autó, vagy csúszkáljon egy keveset az autó. Jó, utolsó kört kezdjük meg egészen pontosan, már meg is. Bele a pocsolyába. Egy kis ugrató. Úgy, így lefele, mint a csigó. És akkor most cél. Azt nem tudom, hogy mennyire vannak lemaradva a csap, vagyis hát az ellenfelek, mindig csapattársat akarok mondani, ellenfelek, de egybeért. Szerintem a többiek azok jóval hátrébb vannak, úgyhogy nem is húzzuk tovább az időt. Jó, következik a golfkocsi. Következő pálya. Ez egy éjszakai futam lesz. Elég ilyen érdekeses, kanyargatós, gottós, kanyaros pálya dolog, ez így. Jó, hát akkor hajrá. Egyébként szép, tehát az esti verseny az, az egészen szép amúgy. Na jó. Megpusztítjuk egymást, de ez nem így működik, úgyhogy versenyezzünk.
Jó, egy nagyon szép jobb kanyarra a belső íve már el is jöttünk, illetve egy bal kanyarral fogjuk folytatni, de őket ez nem zavarja, hogy én azzal folytatnám, mert inkább kilöknek. Most egyelőre ezt megpróbáljuk ezt így hagyni. Megnézzük, hogy mennyire visszahozható az, hogy így csak így lögdösve vagyunk. Jó, egyelőre egy helyet be is hoztunk, boostolunk is. Most megint jön egy jobb kaptál, és egy balra folytatás, aha. Ezt akkor hozzá kell szokni, jobbra fel, balra folytatás. És akkor itt meg, amikor meg ide érünk, akkor csak simán balra lefele. Jó, elméletileg ezzel nem lesz már több problémám. Ami zenécske jó lett volna, de mindegy. Egyébként, ha valaki kérdezné, akkor én direkt nem akartam amúgy zenét betenni most, hogy pont amiatt, mert hogyha végigjátszunk egy játékot, akkor a játékról szóljon elejétől a végéig, azt mutatom be, ami ténylegesen benne van, nem akarok átverni senkit. Az meg már nem az én gondom, úgymond, hogy most a fejlesztők nem tették bele, ez csak egy ötlet lett volna, hogy ez azért lehetett volna még játszani, vagy kicsit jobbá tenni magát a játékot. Látom egyébként, hogy ez a pályás eléggé a zsebünkben lesz, szerencsére. Ez nem tudom, hogy boost egyébként mind a kettő egyenes szakasznál van, vagy csak egynél. Ez egy most így átgondolom, mert szerintem itt nincsen például. De lehet, hogy lent van. Ha itt lent van, akkor mind a kettőnél van, ha nincs, akkor csak az az egy létezik az abban az egyenes szakaszban. Ha, szerintem az az egy létezik az abban az egyenes szakaszban. Ó, nem baj. Na, itt viszont a háttér amúgy teljesen eltűnik, úgymond. Itt látunk egy ilyen zöld, fehéres, feketés, szürkés pacát. Meg a távolban egyébként ott vannak ilyen szikladarabok is egyébként, nem tudom, hogy az tartalmaz, vagy azokat tartalmazza-e egyébként maga ez a pálya, vagy esetleg oda van photoshoppolva, paintelve valamivel. De egyébként tök mindegy, ha igen, vagy ha nem is. Szerintem azért hangulatos, hogy legalább van egy kis valami ott a háttérben. Hát van egyébként itt tényleg így jobban így belegondolva, hogy letoltunk már pár pályát. Van egyébként tényleg egy jó pár ilyen, hát ami képes monotonná válni egy idő után. Mert például azért ebből is egy hét kör letolása nem feltétlenül indokolt, de lehetne róla szó, vagy hogyha a fejlesztők így csináltak meg, akkor igen, ez se véletlen. Akkor egy ilyen pálya esetében ez nem feltétlenül kellene így. Mert a másikunknál egyébként ez tetszik, most volt az első pálya egyébként 15 körrel, de azt tetszett, mert szép kanyargatósos volt, ugratásos, tehát ott azért oda kellett tényleg figyelni, hogy irányítjuk, hol megyünk, hogy ugratunk, hogy minden a legnagyobb rendben legyen. Ez jó kis riszálás, ez tetszik. Jó, és érünk a célba. Vagyis hát még bocsánat, még van egy kör, az utolsó kör előtt értünk be, tehát az utolsó kör elkezdtük. És egészen pontosan most lesz majd a vége, vagyis hát még lesz majd egy körös, kettő, és akkor utána akkor a pálya is megvan.
Az mondjuk jó kérdés, hogy egyébként az előző pályára például a teljesítményt, vagy az achievementet ezt nem kaptam meg, azt csak az előttiekre kaptam. Nem tudom, most például ez erre megadja-e. Erre se kaptam meg így külön. Nem tudom, hogy esetleg a restart miatt, mert arra rámentem volna. Jó. Akkor azt mondja, hogy árkád. Egy taxiautó. És ha jól tudom, akkor igen. Akkor ez lesz az utolsó pályánk a mai nap folyamán. Ezzel a baró játékkal. És akkor onnantól kezdve pedig akkor fogjuk tudni folytatni, hogyha ezt a supporters csomagot megvásároltam. Jó, akkor nem húzom az időt. Utolsó pálya. Adjunk bele mindent. Itt már vannak azért gondok. Az elején egyébként tetszik, az jól kezdődött. Aha. Jújjúj. Ez a rész is egész jó. Aha, itt már kell egy balos mindenképpen. Jó, ezzel közelebb is jöttem, kerültem. Ugye elméletileg, hoppá! Háj, de sziklás az a rész. Jó, hát van sok körünk, még a winért, winhez, úgyhogy amíg őket látjuk magunk előtt, és legalább azt látjuk, hogy kicsit változik a távolság, addig jók vagyunk. Jó. Hú, de ilyen szépen estünk lábra egyébként. Jó, így kell előzni az embereket, de megtartani nem így kellett volna, de az előzési fázis az... Na, legalább előrébb dobott a játék. Úgyhogy annak örülök. Ó, egy gyorsítás bele a sziklába. Egy ilyen backflip, meg oldalflipek. Ezt ki kéne kerülni, mert ha nekünk jön, akkor ez nekünk fáj jobban. Jó, ezt is ki kéne gyorsan kerülni. Jó, egyelőre első helyek vagyunk. Akkor megint valamiért le akar hagyni minket a mögöttünk lévő. Nem tudom, hogy milyen erővel rendelkezik az autó, pedig elméletileg ugyanazzal is vagyunk, mint típusban is, mint pedig kinézetben is. Akkor ugratások az jó. Itt a kis nyugis időszak. Jó kis nagy terület, sziklák. Gyönyörködhetünk a természet lágy ölében. Itt egy hatalmas ugratás. Lábraesés, mint hogyha macskák lennénk. Akkor megyünk tovább. A kaktuszoknak továbbra sincs tüskéjük egyébként. És maga a táj még mindig a Looney Tunes-ra emlékeztet. Nem vagy nyugis kifa, hogy? Első végigjátszás videómban üdvözöllek, ez föl is kerül majd a YouTube-ra. Hát mindjárt megvan ez 4 kör. Igazából utána már végig is játszottam az egyik részét, amit terveztem. Úgyhogy ne aggódni. Meg különben is még Tamás, be kell szervezned valahogyan. Úgyhogy már csak pár kör.
ez kifatálja ez a nyugis hely. Ha ezt a pályát, ezt nem sokszor, de volt pár, amit hogy muszáj volt újra kezdeni, mert most médium szintre raktam, de egy-két pályánál azért az is nagyon durva volt. Megpróbáltam easy, de Kiki felhívta a figyelmemet, hogy az túl könnyű. Kérdeztem, hogy visszategyem, mert azt mondta rám bízza, úgyhogy persze, hogy visszatettem, aztán kivittem mindet. Hát, de hogy mész? Hát az, hogy rá kellene írjál, és akkor szólni, hogy induljon a mandula. Azt hittem, majdnem elhibáztam, utolsó kör, utolsó lehetősége lett volna. Beelőzött volna a második, azt kezdhettük volna újra a 11 kört, na az lett volna, nem semmi. Na. Ez finish, még utána... Mi? Még a boost megdob, és akkor utána felrobbanunk a boostba. Az ellenfél... Puk-puk-puk. De jó, hát nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz. Na jó van. Akkor igazából így első körben így ennyit szerettem volna. Ugye innentől kezdve már ugye ilyen más csomagot kell megvásárolni, de vannak benne egyébként ingyenesek is. A 14-ig most kivettük, akkor utána majd mindenféleképpen akkor, hogyha már meg lesz az a verzió. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok a Baró első vagy második végjátszásában, most pedig átevezünk más vizekre. Úgyhogy hello!